Jó reggelt kívánok az uraknak, Niedern Müller Péter és Rigl Lajos tehát első vendégeink. Kezdjük ez az egészségügyi témával, mit gondolsz? Egy picit szeretném, hogyha reagálnának egy tegnapi abszolút friss hírre, kettő apróságnak nem nevezhető Magyar György szerint február végére, tehát február 24-ére akár már lehet új államfő jelöltje az ellenzéknek. Támogatják-e ezt az elképzelést, hogy közös ellenzéket, közös államfő jelöltet hasonló módon, ahogy az előválasztás történt, válasszon az ellenzék is? Péter? Én azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet, csak ugye van egy apró probléma, ezt idézőjelben mondom és ironikusan, nevezetesen az, hogy a kormánypárt még most a választások előtt szeretne új államfőt választani, amiből az következik, hogy valószínűleg egy ellenzéki jelöltnek tényleges esélye nincs, vagy nem tud lenni, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez egy fontos szimbolikus gesztus lenne, igen. Tehát ennek ellenére is, hogy semmilyen valószínűleg közjogi jelentősége nem lesz annak, hogy önök esetleg kit javasolnak, indokoltnak tartja, hogy legyen egy ilyen akció, egy ilyen közös szavazás erről? Én személy szerint ezt indokoltnak tartom, igen, mert azt gondolom, hogy ez ki tudja fejezni azt, hogy igen, van egy alternatíva, és persze erőből mindent át lehet nyomni, az nagy kérdés, hogy van-e értelme, szerintem nincs, de szeretnénk megmutatni azt, hogy igen, ugyanúgy, hogy az ellenzéknek van egy közös miniszterelnök jelöltje, az ellenzék ki tud állítani egy mindenki számára elfogadható államfőjelöltet is. Igen, ez a folyamatnak a része lehet mondani, az előválasztás is erről szólt tulajdonképpen, hogy megmutassa az ellenzék az erejét, és hogy mennyire tud alternatívát kínálni a jelenlegi kormánnyal szemben. Jobbiknál vannak már nevek ezzel kapcsolatban? Egyelőre nincsenek, ugye még nagyon kezdeti fázisban van ez az újfajta előválasztás, de azt gondolom, hogy polgármester úr is mondott, ez teljesen fedi a valóságot, és még egyszer mondom, az lenne a reális, hogyha a nép által választott és a nép által legjobban támogatott köztársasági elnök képviselni mondjuk Magyarországot egy külföldi delegációnál. Ezt már 4 éve a Jobbik felvetette, hogy a nép válassza meg a köztársasági elnököt. Most elértünk ahhoz az ajtóhoz, ahol be kell kopognunk, és hogyha átlépünk rajta 22-be, akkor ez meg is valósulhat. Illetve még egy tegnapi hír, amit ugye a híradóban is láthattok, hogy Marine Le Pen itt járt Magyarországon, Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatót tartottak, és elmondta Orbán Viktor, hogy nem támogatják az európai szuperállamnak a létrejöttét. Önök hogyan értékelik ezt a tegnapi eseményt? Én szégyenletesnek tartom. Marine Le Pen hosszú-hosszú évek óta az európai szélső jobboldalnak az egyik legismertebb képviselője. És azt gondolom, hogy ez egy szégyen az egész országra nézve, hogy Orbán Viktorral, a magyar miniszterelnökkel már csak ilyen politikusok állnak szóba. Tessék nekem megnevezni egy komoly, demokratikus elkötelezettségű nyugat-európai politikust, aki leállt a magyar miniszterelnökkel. Szóval én azt gondolom, hogy ez tényleg az egész országra nézve egy szégyenletes esemény volt. Hát arra nem beszélve, hogy a Le Pen erejét is, aki korábban népszerűbb, vagy hát mondjuk, hogy volt valaki Franciaországban, ugye erősen gyengíti a legutóbbi választások eredménye, gyakorlatilag semmiféle eredmény nem értek el a pártjával. Egyrészt ez, másrészt pedig, hogy folyamatosan, elnézést kérek, folyamatosan azon dolgozik a magyar miniszterelnök, hogy azt mondja, hogy az Európai Parlamenten belül létrehozzon egy szélső jobboldali koalíciót, miután a saját párttársai az Európai Néppártból már nem tudták elviselni. Hát hogyha ez Magyarországnak a külpolitikája, akkor én személy szerint azt gondolom, hogy ennél rosszabb nincs. Ön? Más tárgyaló partner nem maradt Orbán Viktornak, mint Marine Le Pen. Én azt sajnálom, hogy az Európai Néppártból kiléptek, és azt a pozíciójukat, amit erősítettek eddig, azt teljesen elveszítették. Gyenge találkozott a gyengével. Akkor nézzük azokat, amit már említettünk az előbb itt a néhány perce, hogy egy neves közgazdászok, egészségközgazdászok arra jutottak, hogy akár 15-20%-kal kevesebb daganatos beteget is diagnosztizálhattak a járvány miatt, a koronavírus járvány alatt. Kástár Miklós ezt cáfolta, ezzel szemben ön a saját közösségi média felületén hasonló típusú figyelemfelhívást tett közzé, kiegészítve azzal, hogy az Ajkai Kórházban például hetek óta nem működik a CTG-p. Mit lehet tudni, mennyire lehet tisztán látni a két állítást, szöges ellentéte egymásnak? Azért az elmúlt időszakban azt megfigyelhettük, hogy Kásler Miklós minden cáfol, ami akár az ellenzék, akár közgazdászok, egészségügyi közgazdászok, egészségügyi szakemberek állítanak, mondanak, tényekkel alátámasztanak, de ilyenkor mindig szembe jön a durva valóság, és a durva valóság az, hogy olyan diagnosztikai eljárások maradtak el, akár a gépeknek a meghibásodása miatt, amely életekbe is kerülhet, hiszen az onkológiai utánkövetés, aminek az alapja a képeljárási technikán alapuló komputertomográf vizsgálat, az azt is megállapíthatja, hogy a megoperált betegnek a
daganata nem újult-e ki, vagy máshol a szervezetébe nem keletkezett egy újabb daganat. Tehát így lehetnek azok a megbetegedések, amit az egészségügyi közgazdászok is állítanak, hogy nagyon sok onkológiai beteg ugye meghalt a hát illetve 5000 betegre tagsálták az elmúlt heti hír szerint a daganatos betegségeknek a számát. Azt mondják, hogy ezek a fel nem ismert szám, és ezt cáfolt a Kásler Miklós mondván, hogy minden sürgősségi beavatkozás megtörtént, ráadásul ez egy törvényi kötelezettség is, hogy 14 napon belül, akinek gyanús tünetei vannak, azt meg kell vizsgáltatni CT-vel vagy MR-rel. Az Ajkai Kórházban ugye pont ez nem működik jelen pillanatban, de azt mondták, hogy minden rendben van, Veszprémbe viszik tovább a betegeket, és az ellátás az akadálytalan. Hát azért nem egészen így van. Az ellátás az akkor lenne akadálytalan, hogyha az Ajkán is működne a CT, hiszen egy óriási megyei ellátásról beszélünk. A megyei kórház nem bírja ellátni ennek a területnek az összes, nem csak onkológiai, hanem traumatológiai, sztrókos és egyéb betegségeknek a diagnosztikáját. Ez az egyik. A másik, ez egy, amikor létrehozták az országos kórházfőigazgatóságot, és levitték megyei szintre, megyei kórházfőigazgatóságot hoztak létre, akkor az indoklása az volt, hogy meggyorsítják a folyamatot, egy kézbe legyen a megye irányítása, és így áthidalhatóak lesznek azok a bürokratikus rendszerek, amik eddig megvoltak. Na most az Ajkai Kórháznak a CT ügyébe, ez már körülbelül 3 hetes ügy, hogy elromlott ez a CT. Az ottani vezetőség megtette azokat a lépéseket, közbeszerzést az alkatrész miatt, és ez elküldték a megyei főigazgatósághoz, majd ott a bürokrácia ül rajta. Hát kérem szépen, addig nem lehet gyógyítani, amíg a diagnózis meg nem mondjuk. A diagnózist úgy lehet felállítani, ha van megfelelő diagnosztikai eszköz, és az működik is. A második feltétel, ha megfelelő működő diagnosztikai eszköz mellé van ember, aki működtesse, a harmadik pedig, aki kiértékelje. A Veszprém megyéből vissza a fővárosba, mert hogy itt is eléggé rossz a helyzet, nem csak a főváros, az országos adatok is az elmúlt napokban jelentős mértékű növekedést mutattak már a koronavírus járvány által fertőzöttek számát tekintve. Épp ezért szigorít a fővárosi önkormányzata a koronavírus járvány terjedése miatt az idős otthonokban, a tömegközlekedési eszközökön pedig ajánlott lesz a maszk viselése. Megkeresésünkre a koronavírus sajtóközpont azt írta, hogy a védekezés továbbra is oltás alapú, a maszk nem kötelező, de nem is tiltott. Most megnézzünk erről a témáról egy kis összefoglalót, és aztán folytatjuk a beszélgetést. Jelenleg nincsenek járványügyi korlátozások az országban, ugyanakkor Kazincbarcika városvezetése több helyszínen kötelezővé teszi a maszkviselést, és felfüggesztik az önkormányzati rendezvényeket. Az ország több iskolájában is fel kell venni a maszkot, és a főváros is szigorít. November 2-től kijárási korlátozásra kerül sor a fővárosi önkormányzat által fenntartott idős otthonokba. Akiket a hétvégére most kivisznek az ünnepekre, ők már úgy tudnak visszajönni, hogy utána néhány napra izoláljuk őket. Majd gyors tesztet végeznek rajtuk. Az idős otthonokban kötelező lesz a maszkviselés, és érintésmentes látogatásra lesz lehetőség. A főváros a kötelező maszkviselést a tömegközlekedési eszközökön nem rendelheti el, de ajánlja. A mai naptól arra kérjük a budapestieket, hogy továbbra is használják a közösségi közlekedést, viszont hordjanak maszkot a járművökön. Kerestük a belügyminisztériumot azzal kapcsolatban, hogy a kormány milyen szigorításokat akar bevezetni, és mikortól. Kérdéseinkre a koronavírus sajtóközponttól kaptunk választ. Azt írták, a negyedik hullámban oltás alapú a védekezés, nem szeretnének senkit sem korlátozni, a mindennapokban a maszk nem kötelező, de nem is tiltott. Ez nagyszerű dolog ez az oltás, de hát ugye már benne vagyunk a járvány, és a számok nem azt bizonyítják, hogy jobb lenne a helyzet, mint tavaly ősszel. Ez a kommunikáció nesze semmi fog meg jól kategória, tehát nem tiltjuk, de nem is támogatjuk. Ez a lehető legrosszabb. Nagyon sok önkormányzat azért élt azon jogával, hogy a szűk környezetében látva a járvány terjedését, a fertőzöttek számának az emelkedését, maga hozta meg a maga intézkedéseit, és az előző részben is, én azt gondolom, hullámba, akkor is nagyon jól védekeztek az önkormányzatok, és lépéselőnyben voltak a kormányhoz képest. Most a főváros épp ezért döntött úgy, hogy nem kötelezheti például, hogy a tömegközlekedésen az emberek maszkot hogyanak, csak ajánlhatja az ajánlásnak, van bármilyen hatása, mit gondolnak?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ugye először is azt gondolom, hogy ez egy teljesen értelmes javaslat, hogy ott, ahol sok ember van együtt, és tudjuk, hogy a tömegközlekedés az ilyen villamosok, autóbuszok, hogy ott az emberek hordjanak maszkot. Szerintem ez nem egy olyan típusú megszorítás, amit ne lehetne követni. Én nekem ugyan nincsenek olyan egészségügyi ismeretei, mint képviselő úrnak, de én ezt teljesen normálisnak tartom és támogathatom. Hát a számok is igazolják, nem? Mert a tavalyi számokhoz képest mi rosszabbul is állunk, ha ugyanazok az időszakokat nézzük. A fertőzések száma az magasabb, de a súlyos esetek száma viszont még kisebb, de erről majd Liszévicz Júliával is beszélünk. Viszont a önkormányzati szinten mit lehet akkor tenni? Van bármi eszköz az önök kezében? Hát ugye nyilván például az idős otthonok, ugye ezt már mi is Erzsébetvárosban így kezeljük hosszabb ideje tulajdonképpen. Nyilván el lehet gondolkozni azon, hogy önkormányzati rendezvényeket tartunk-e, vagy nem tartunk. Tartanak? Nem nagyon tartunk ilyet. Tehát megszűnt az, hogy lesz bármilyen rendezvény? Csak mondani akarom, hogy például a törvényi kötelezettség az, hogy tartsunk novemberben valamikor egy beszámolót a lakóknak, meg kell látni, hogy novemberben hova fejlődik a helyzet, hogyan, milyen formában tudjuk ezt megcsinálni, de olyan rendezvényeket, ahol sok ember van, azt már az elmúlt hetekben sem tartottunk, és most sem tervezünk ilyeneket. Például az október 23-ai ünnepséget is nagyon szűk körben tartottuk meg, pontosan ezért. És hát nyilván az nagyon fontos, hogy az időseket az idős otthonokban védjük. Ha már az egészségügynél maradtunk, azért van egy nagyon fontos, amit szintén öntett közzé a közösségi felületén, hogy a kórházak likviditási helyzetére hivatkozva több osztályon is megkezdték a pótlék elvonásokat, erről számolnak be az ápolók. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mennyivel? Mekkora összegről beszélgetünk? Ez pont a kormányzati kommunikáció az ellentétje, megint szembe jön a valóság, és nővérek, akár intenzív osztályon, akár más osztályon dolgozók küldik el ezeket a problémáikat. Hogyha egy főiskolai végzettséget veszünk alapul, aki intenzív osztályon dolgozik, munkanapi 8 órába, az elérheti a nettó, és most nettó pénzekről beszélünk, 100-120 ezer forintot. Tehát a kormány, amikor... Amivel ennyivel kevesebbet, tehát ennyivel nettó 100-120 ezer forinttal visz kevesebbet, most hogyan elértek az egészségügyi jogviszonyról szóló új... Közben béremelésről az garantált, hogy az alapbérük nem változik, viszont a kórházak, akár pluszba, minuszba, a pótlékokhoz hozzányúlhatnak, ahogy hozzá is nyúltak akár orvosok, vagy a nővérek tekintetében, és ezért lehet ez az összeg, és ez így magába foglalja azoknak a státuszoknak a támogatását is. Ugye vannak üres, betöltetlen státuszok, ezért a nővérek a plusz feladatellátásért kaptak plusz juttatást, és ezek hiányoznak a mindennapi jövedelmükből. Ha beszéljünk egy kicsit még a főváros ügyeiről, akár Karácsony Gergelynek arról a minapi nyilatkozatáról, ugye, hogy a minimálbér emelés miatt ugye az iparűzési adó elvonásával próbál gazdálkodni a kormány. Karácsony Gergely szó szerint úgy fogalmazott, hogy ha nincs iparűzési adó, akkor nincs tiszta ivóvíz például. Gondolom ezzel csak érzékeltetni akarta, hogy az önkormányzatoknál csökkenő bevételek, azok mindenféle közfeladatok ellátását majd ellehetetlenítik. Hogyan látják ezt például az önök kerületében, és akár milyen következmények lehetnek? Ugye itt nagyon kell vigyáznom, hogy óvatosan fogalmazzak, mert itt tényleg olyan esztelen javaslatról van szó azzal, hogy a helyi iparűzési adót el akarják vonni, amire nagyon nehéz racionális érvekkel válaszolni. Hiszen tudni kell, hogy ezek a pénzek, amikről itt beszélünk, és legyünk konkrétak, ugye Erzsébetvárosban a Covid kirobbanása előtt durván 5 milliárd forintnyi helyi iparűzési adóval számolt, ennyit osztott vissza durván a főváros. A Covid ideje alatt ez lecsökkent 3,5 milliárdra, tehát már van egy 1,5 milliárdos veszteség, és most fölvetődik az, hogy akkor egyáltalán ne legyen helyi iparűzési adó. Ez a felét eleve elvonják. Tehát maradjon ugyanúgy, ahogy eddig, amint a Covid időszak alatt, hogy csak a felét kapják meg. Igen, de ugye ne felejtsük el azt, hogy Parag László már azt az ötletet is felvetett, hogy egyáltalán nem kell helyi iparűzési adó, mert hogy a KKV-kat tehermentesíteni kell. Amivel én egyébként akár egyet is érthetek. Csak szeretném kérdezni, hogy miért pont az önkormányzat rovására próbálják a KKV-kat tehermentesíteni, mikor a kormány hetente
évente ötször átcsoportosít egyházaknak, sportegyesületeknek, csoportosítanak hát máshonnan pénzeket. És látni kell, hogyha tényleg csökkentik a helyiparűzési adót, vagy elveszik netán, akkor nem lesz útjavítás, nem lesz óvodafelújítás, nem lesz semmi. Mert egyszerűen az önkormányzatoktól már mindent elvettek, most még ezt is elveszik, akkor bezárhatjuk az a boltot. Az alapszolgáltatásokat ki tudják gazdálkodni? Lásd, ivóvíz, szemét elszállítás, a szociális ellátásoknak a biztosítása, az működőképes maradhat? Nézd, hogyha elveszik az iparűzési adót, vagy folytatódik ez, akkor ezek is veszélybe kerülnek. A főpolgármester úrnak teljesen igaza van, addig fog menni ez a cirkusz, amíg egyszerűen nem fogjuk tudni elszállítani a szemetet, nem fogunk tudni takarítani az utcán, mert nem lesz miből takarítóeszközöket vásárolni. Szóval ez egy olyan mértékig szűklátókörű, és elnézést a kifejezésére, de ostoba intézkedés, hogy tényleg nagyon nehéz erről higgadtan beszélni. Mit gondolnak, milyen, mert ugye rendre panaszkodnak az ellenzéki önkormányzatok, ugyanezt tapasztalják, hogy vidéki városokban is, ahol a vezetés az nem kormány közeli, ott talán nagyobb lehet a probléma, vagy ez csak egy ilyen sajátos fényszögből lehet? Kapnak bizonyos térítéseket, de jellemző módon azt mondják az önkormányzati vezetők, hogy inkább egyetlen mondatot szeretnék mondani. Pontosan tudjuk, hogy mit csinál a kormány. Szeptember végén közel 15 milliárd forintot osztott szét budapesti kerületek között, és csak olyan kerület kapott, ez biztos véletlen, aminek fideszes vezetése van, ellenzéki kerület egyetlen fillért sem kapott a fővárosban. Mondván kompenzálva az, hogy ők eddig hátrébb sorolódtak, ez volt rá a magyarázat. Visszatérve? Ez a kettőség, ez mindenben ugyanígy van, tehát hogyha megnézzük a topós pályázati pénzeknek az elosztását, akkor is az ellenzéki városok és települések sokkal kevesebbet, arányában sokkal kevesebbet kaptak, mint mondjuk a fideszes vezetésű települések, de hogyha, és csatlakozva a polgármester úrhoz, hogyha elvonnak pénzt és feladatot itt hagynak, akkor csorbul ott a feladat ellátás. Akkor meg kell gondolni az önkormányzatnak, hogy csökkenti a feladatait, a dolgozói létszámot csökkenti, vagy más bevételi forrás keresen. Tehát ez a harmadik, a más bevételi forrás, ez lehetetlen, így az államnak kell ezt az elvont összeget, az kieső iparőzési adót pótolnia költségvetés terhére. Köszönjük szépen, folytatnánk még, de ennyi időnk volt mára. Szép napot önöknek. Örömmel.